Nógrád vármegye önkormányzatának közgyűlése az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepi vármegyei közgyűlés tartott csütörtök délután Bercelen a Széchenyi István általános iskolában. Podcast adásunkban megismerhetik Skuci Nándor, Nógrád vármegye önkormányzatának közgyűlésének az elnökének ünnepi gondolatait is. Felkérem Skuci Nándorral, a Nógrád vármegye közgyűlésének elnökét, ünnepi beszédének megtartására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt egyházi és világi méltóságok, tisztelt országgyűlési képviselőnök, tisztelt polgármesteri úr, tisztelt főispán úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves házigazdák és vendégek, felvidéki testvéreink, emlékező magyarok, mennyei és járási előjárók. Többek között onnan ismerszik meg a magyar éjjel bárhol, bármely pontján a Földnek, hogy nem lehet számára olyan helyzet, olyan kényszerítő körülmény, hogy a magyar szabadság szent ünnepnapjairól ne emlékezzék meg. És ez nem csupán egy szép szokás, vagy kötelező illendőség, hanem belső szükséglet. Hiszen a felelőnk március 15-ét, október 23-át, akkor tulajdonképpen eldobnánk legszebb arcunkat, megtagadnánk mindazt, amik, illetve akik mindig is lenni akartunk, és lenni akarunk több ezer éves történelmünk során. Felejtéssel útba löknénk mindazt az erőfeszítést, amit az előttünk járt hősök sokasága tett nemzetünk megmaradásáért, szabadságunkért, függetlenségünkért. Jó, ha ezt kézben tartjuk, mert szabadság küzdelmünk, szuverenitásunkért folyó harcunk nem ért véget az 1956-os forradalom és szabadságharccal. Igaz, a 48-as forradalom célkitűzései 1867-re nagyjából megvalósultak. Az 56-os forradalom követelései 1989-90-re jutottak révbe. Ám kukujam ebben is tévedett, a történelem nem ért véget. És minden nemzedéknek kijut a veszély, hogy pozitívan fogalmazva megadatik a lehetőség mindennapi szabadságunk, függetlenségünk megvédéséért, és nincs ez másként most sem. Csak akkor tudjuk időről időre sikeresen megvédni független, szabad világunkat, ha nem szakad meg az információs lánc. Az emlékezés az emlékeztetés lánca. Mert ha elfelejtünk emlékezni, újra és újra elveszíthetjük szabadságunkat. És tudnia kell mindnyájunknak, hogy milyen nehéz is azt visszaszereznünk. Főleg, ha egyszer önként dobnánk oda, mint ahogyan arra sajnos vannak is törekvések. Valami Európai Egyesült Államok nevű szörny állam berengetésével. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de el nem veszünk. Idézhetünk a Biblia szavait, idézhetjük a Biblia szavait Muhi, Mohács, Világos, Trianon és 56. november 4-e után. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most majdnem béke van. Legalábbis mifelé. És ha rajtunk múlik, ez így is marad. Legalábbis mifelé. Ám annál több évet számlál a béke, minél kevesebb már az élő tanulja,
a nagy időknek. Általában úgy fakul az ünnep fénye, úgy tombul a szabadság megértése. Minél hivatalosabbak lesznek a hivatalos ünnepek, annál nagyobb a veszély annak, hogy csak kötelező megszokássá válik egy-egy ünnep. Általában. Van kivétel 48. 1848. Senki nincs már közülünk az élők között, mégis minden évben valamennyiünket mélyen megérint március idusa, ahogy Péter barátom is mondta. Mert immáron lelkünk része, 56-nak is ez lesz a jövője. 56. októberre önmagát jelképeivel is összekapcsolja 48-al. 56, akár 48 minden magyar lelkében meg kell, hogy szólítsa a dicső történelmünk a nagyot. A nagyvilágban 56 kapcsán a pesti srácok váltak fogalommá. A pesti srác lett az év embere. Ő került a címlapokra. A történelem könyvek Nagy Imréről, Maléterről, Bemszoborról, Ruszkik haza jelszóról, Sztálin szobor ledöntéséről, Kossuth téri sortűzről, Kádár árulásáról, villantanak fel képeket, híreket. Vagy a szuezi kérdés világpolitikai összefüggését állítják párhuzam a szabadságharcunkat. Nekünk azonban kötelességünk hangsúlyozni a pesti srácok és lányok mellett, a vidéki srácok és lányokat az egész országban, sőt, a teljes magyarságban számos helyen és számos közösségben hősként viselkedő tetteit is bemutatni. Mert mindenkinek megvolt és megvan a maga 56-ja. Nekünk nógrádiaknak nem különben, Salgótarjának, Balasagyarmatnak, Récsárnak, Pásztornak, Bercelnek megvannak a maguk hősei, mártírjai. A munkás tanácsoktól a nemzetőrökön át, a pásztori robbantókig, a salgótarjáni sortőz áldozataig, a hugyagon eltűnt mártírokig. Ma már számszerűsíteni is tudjuk a kommunista megtorlás nagyságrendjét. Halálba ítélt és kivégzett százak, letartóztatott tízezrek, szülőföldjükről menekülni kényszerült százezrek. Nógrádban 8 halálos ítélet. A sortűz több mint 100 halottal. 319 büntető eljárás megyei szinten, 80 nógrádi országos szinten. 249 bebörtönzött, 425 börtönévvel összesen. 900 lefogott és elhurcolt ember. És még 1961-ben is 1060 megfigyelt ember Nógrádban. Kedves barátaim! A fentebb felsoroltak ellenére azt kell mondanom, hogy bár borzalmas árat fizettünk, de győztünk 1956-ban. Győztünk, hiszen az akkori elnök gépezet társadalom mérnökei hiába próbálták fölülírni nemzeti emlékezetünket. Hogy egy tőlünk teljességgel idegen, emberellenes tanítás alapján felszámolják ezer éves hazaszeretetünket. Ez nem sikerült nekik. Hiába próbálták kitörölni emlékezetünkből hősi történelmünk meg annyi nagyszerű alakját, és kínálgattak helyettük ezt-azt,
Nem voltunk rá vevők. Hiába akartak Petőfiből, Illyésből, József Attilából kommunistát rajzolni, nem sikerült nekik ezt elhitetni velünk. Hiába toltak elénk nem létező új ünnepeket november 7-ét, április 4-ét, nem fogadtuk ezt el. Hiába mosták fiataljaink lelkét, a hazaszeretetet nem tudták eltüntetni onnan. És hiába kínálták a himnusz helyett az internacionálét, hát az nem kellett nekünk. 1946-tól 56-ig, 10 évig éjjel és nappal próbálták törni a megszálló ruszkik és magyarul beszélő kommunista helytartóik a magyarság gerincét. Nem jártak sikerrel. Helyette kaptak egy akkora pofont 56-ban, hogy az egész kommunista világrend megroppant beléje. Mert ilyenek vagyunk, ilyen nyakos fajták. És nem csak a kálvinista vagyok. És mivel intelligens nép vagyunk, és ezt nem csak Karikó Katalin, Krausz Ferenc, meg még 15 Nobel-díjas társuk bizonyítják, hanem az csak a ránk jellemző finom humor, melynek segítségével a legnagyobb nehézségek idején is viccet csináltunk mindenből, saját nyomorúságunkból is. Ugyanis valahogy, kedves barátaim, túl kellett élni. És bizony, az 50-es években a vicc is hőstet volt. Hiszen a jó vicceket is években mérték, börtön években. 5 év annak, aki mondja, 3 annak, aki hallgatja. És belenevettünk a 100-szor erősebb ellenfeleink arcába. Nem tudunk szabadság nélkül élni, és ez az érzés nyomás alatt egyre csak erősödött bennünk. Ha már elviselhetetlen a nyomás, akkor az bizony nagy tettekre sarkal minket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma már az ország fele olyan korú, hogy nincs emléke a diktatúráról. Ha csak az a 2006-os őszi Gyurcsány Gergényi terort nem élt át személyesen. Új feladat hát az emlékezés mellett, hogy fiataljainknak el kell mondanunk, meg kell tanítanunk, hogy mennyi millió módvér magyar megváltó ereje és vére által élnek, élünk most a szabadság és a függetlenség természetes örömében. Még akkor is, ha ezt nem mindig veszük is észre, vagy nem gondolunk nap mint nap rá. És meg kell tanítani azt is, hogy ezt a szabadságot és a mindenkori szabadságot nem adják, ma sem adják ingyen. Sőt, örökölni sem igazán lehet. És hogy minden nemzedéknek minden nap újra és újra meg kell érte küzdenie. Mert veszély most is leselkedik szabadságunkra, függetlenségünkre. Bizony, hölgyeim és uraim, támadás alatt áll személyes önazonosságunk, természetes családmodellünk, egészséges nemzeti identitásunk, hagyományos és nekünk tetsző életmódunk, önállóságunk, a Jóistenbe vetett hitünk. És az európai globalisták általunk nem kívánt
esetleges sikere esetén minden bizonnyal beszélve kerülne édes anyanyelvünk is. Már csak praktikussági okokból is közös állam, közös közlekedő nyelv, látjátok Amerikát. Nem kis feladat a küzdelemre felkészíteni fiataljainkat, de meg kell ezt nekünk tenni. És ehhez a feladathoz bátran hívhatjuk segítségül 56 hőseinek példáját, mivel ők bizonyították, hogy a legnagyobb túlerővel szemben, szembeszállunk, ha szabadságunkról, függetlenségünkről van szó. Mert ezzel tartozunk magyar önmagunknak, mert valamennyien 48-56 örökösei vagyunk. Kedves barátok! Külön öröm számomra, hogy mindezt itt Bercelen vármegyénk egyik büszkeségre okot adó településén mondhatom el. Ez az ősi falu a magyar történelem hosszmetszetének jellemző, mégis egyedi példáját mutatja. A századok során tulajdonoltak itt nagy magyar nemzetségek, a szolnokok, rabák, rédeiek, a Váci püspökség, de a hódoltság idejében bizony Rusztem pasa, a budai villagyet, Szandzsák bége volt az úr errefelé. Nos, eddig ez általános nógrádi sors, mondhatnánk. Ami az egyediséget, és egyben a hősiességet és a népi önszerveződést bizonyította, az 1699-ben mutatkozott meg. Mikor a település a Jobbágyság fegyveres önvédelmi szervezetének részeként egyike volt annak a 34 hadnagyságnak, amely az úgynevezett paraszt vármegye képviseletében közbiztonság fenntartására alakult. Talán nem tévedünk nagyot, ha úgy véljük, ez egyfajta korra nemzetőri magatartásforma volt itt Bercelen. El kell mondanom, hogy Bercel értékes munkjából nem csak a szépséges kastélyok, udvarházak tanúskodnak, de azok a korabeli feljegyzések is, amelyek a 19. század közepén rögzítik, hogy a település lakói között más szép számmal voltak iparos mesterek, kereskedők, szőlők és bortermelők is. És egy időben Marsal Gyula pezsgő gyártásba is kezdett, ami szintén nem egy megszokott falusi tevékenység. És hadd értsek egy gondatot a Bercelhez tartozó Jákot Puszta ökofarmjáról is. Tisztelettel adózva dr. Keszthely Tibor tanár munkássága előtt. Azt hiszem, az általa létrehozott egyedülálló természeti kincs és kulturális örökség együttes a Környezet és Tájgazdálkodás Intézet Jákot Pusztai ökofarmja egyszerre hagyománytisztelet és modernség is. A fenntartható és egészséges gazdálkodás mintapéldája. Végezetül visszatérve 56 méltatásához szeretném leszögezni, hogy magasztos forradalmunk nem rokonítható egyetlen mai fegyveres konfliktus gerjesztő, véres, tömeges eménnyel sem. Forradalmunk jogossága és tisztasága nem mutat semmilyen hasonlóságot sem az orosz-ukrán háború nemzet, illetve nemzetiség ellenes megnyilvánulásaival, sem a palesztinok Izrael ellenes terrorcselekményeivel, sem az arra adott válaszokkal sem. 56 tisztességét és jelentőségét John Fitzgerald Kennedy már 1960-ban papírra jegyezte. Eképpen. 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek
és nemzetek emlékezetében. Ez a nap bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármi kicsi is a siker esélye, és bármi nagy, nagy is az áldozat, amit követel. Mi is úgy gondoljuk, így gondoljuk ezt. Esetleg még azt hozzátehetjük, mennyire sajnáljuk, hogy 1956-ban még nem Kennedy volt az Egyesült Államok elnöke, hanem egy Eisenhower nevű szégyenember, a nyugaton úgy mondanánk, hogy politikailag korrekt, reálpolitikus, aki támogatást hazudva hagyta vérbe folytani a 20. század legtisztább rólamát. Innen is üzenjük a nagyvilágnak, 56 óta igaz, eltelt már 67 év, 1848 óta meg már 175. Mi, magyarok, azokban maradtunk ugyanazok. Ma sem, a jövőben sem tudjuk és akarjuk elviselni a szabadság és az önrendelkezés folytogató hiányát. Mint ahogyan nem tudjuk ma sem a hazugságot, a lekezelő birodalmi gőgöt, a magyartalanítási kísérleteket, ezt követeli tőlünk eleink emléke és az önbecsülésünk is. Tisztelet a hősöknek, kegyelet az áldozatoknak. Isten áldott a boldog jövőt, magyar hazának, nemzetünknek. Köszönöm szépen!